Újabb tragikus baleset miatt helyszínelt a rendőrség Kozármisleny közelében. A munkát teljes útzár mellett végezték. Eddig tisztázatlan okból és körülmények között tegnap este 8 óra körül egy Pécs irányából, Kozármisleny irányába tartó autós letért az útról és felborult az 57-es úton. A baleset következtében a jármű sofőre egy 24 éves sejű férfi a helyszínen életét vesztette. A baleset körülményeit szakértő bevonásával a Pécsi rendőrkapitányság vizsgálja. Információink szerint a férfi nem használt biztonsági jövet, így az ütközés közben kirepült a járműből, ez okozta halálát. A rendőrség kéri, hogy a változékony időjárásra tekintettel és fokozott figyelemmel közlekedjen mindenki.